A cigánybűnözés ellen törvénymódosítást kezdeményez és tüntetést tart a Mi Hazánk mozgalom a betyár sereggel Nyíregyházán vasárnap. Miután néhány hete majdnem megismétlődött a Kozma gyilkosság, amikor egy szórakozó hely előtt megkéselték az ott dolgozó Juhász Gergő barátunkat, a betyársereg megyei vezetőjét, aki életét az épp ott tartózkodó mentőknek köszönheti, illetve egy komoly műtétnek. Fellépésünkre azért van szükség, mert két nap után szabadon engedték az elkövetőt, egy prostituáltakat futtató és drogterjesztő cigány férfit. Csak súlyos testi sértéssel vádolják, emberölési kísérlet helyett, pedig egy 15 cm-es késsel szív felé szúrt, ráadásul négyen támadtak, a kocsijukban pedig egész fegyver arzenál volt, úgy mentek szórakozni, úgymond. Minden magyar felelős minden magyarért, ezért szolidaritásul, kifejezve a vérlázító eset miatt együttérzésünket a betyársereg által szervezett tüntetésen szeptember 11-én vasárnap 14 órakor Nyíregyházán a Kossuth téren gyülekezünk, majd a közeli ügyészség elé vonulunk petíciót átadni. Ma pedig törvényjavaslatot nyújtok be a BTK szigorítása érdekében, hogyha csoportosan, felfegyverkezve követel valaki súlyos testi sértést, illetve garázdaságot, akkor kötelező legyen letartóztatni. Továbbá az önvédelemhez nem csak jogot, hanem eszközt is adna a Mi Hazánk mozgalom a fegyverviselési lehetőségek szélesítésével, hiszen a bűnözők úgy is megszerzik a fegyvereiket, de a védekezéshez már jogszabály módosítás kell, ezért fegyverviselési jogot adna a szolgálaton kívüli rendőröknek, honvédeknek, valamint a biztonsági őröknek, a vadászoknak és a sportlövőknek is a Mi Hazánk mozgalom. Az önvédelmi fegyverek viselésének könnyítése közbiztonsági érdek is, hiszen a támadók kiiktatásával ártatlan áldozatokat menthetünk meg. A Mi Hazánk szerint elsődlegesen a fegyveres testületek tagjai számára kellene biztosítani, hogy szolgálati időn kívül egyenruha nélkül is viselhessék akár szolgálati fegyverüket is. Közérdek, hogy minél több olyan személy hordjon önvédelmi lőfegyvert magánál, aki gyakorlott, és felelősség teljes viselkedés mellett a magyar államot tudja szolgálni, és a fegyverkultúra fejlesztését is biztosítja jó példával. A fegyveres biztonsági őrré válás lehetőségeit is szélesíteni kellene az arra alkalmasok számára, hiszen jelenleg inkább csak a kormányközeli oligarchák cégeinek biztonsági őrei kapják meg ezt a jogot. Az önkéntes tartalékos honvédeknek is fegyverviselési engedélyt adna a Mi Hazánk mozgalom, ezzel is vonzóvá téve a katonai kiképzést. Tehát, hogyha egy önkéntestől elvárja az állam, hogy élete árán fegyverrel védje a hazát háború idején, akkor miért tagadná meg tőle, hogy békeidőben fegyverrel védje az emberéletet jogos védelmi helyzetben? Ugyanígy be lehetne vonni a vadászokat, akik egyébként is már régóta szeretnének maroklőfegyvert, a már Európában is általánosan engedélyezett kegyelemlövési célból. Tudniillik, a megsebzett, agonizáló állat közvetlen közelről egy nagy kaliberű maroklőfegyverre biztonságosabban és biztosabban lehet elejteni, mint hosszú fegyverrel. A sportlövők fegyverviselési jogát is megteremteni végül a Mi Hazánk mozgalom, mivel a sportlövő közösség a legtörvénytisztelőbb rétege a társadalomnak. A sportfegyverek otthoni tartásához szükséges éves minősítéseken túl a Mi Hazánk az utcai fegyverviseléshez a regisztrált sportlövők legalább 3 éves tagságát és évi minimum 10 igazolt versenyt követelne meg, no persze a büntetlen előéleten kívül. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004-es kormányrendelet is megérett a
változtatásra, de párhuzamosan az engedélyest a fegyverviselésre vonatkozó szabály megsértése esetén, például ittas lőfegyverviselésnél, az engedély visszavonása mellett szigorú büntetéssel kellene sújtani. A BRFK kommunista beidegződésű és közutálat tárgyát is képező fegyverengedélyügyi osztályától át kellene tenni az engedélyezési eljárást a decentralizáció és a dekriminalizáció jegyében, például a megyeszékhelyeken kijelölt kormányhivatalokhoz, mely jelenleg is vadászati hatóságként működnek. Az állampolgároknak joga kell legyen fegyverrel védelmezni saját és más emberek életét, ezért a civil fegyverviselés kiszélesítésére van szükség, ahogy azt tették például legutóbb Csehországban is.